Évről évre nagy volt az érdeklődés Nyíregyházán a sátorgarázs helyek bérlése iránt, ezért tavaly megszüntették a korábbi szabályozást. Már nem csak 190 helyre tud engedélyt adni a Nyír VV. Aki úgy dönt, hogy így szeretné megvédeni autóját a közelgő hó- és jégpáncéltól, azt továbbra is beadhatja kérelmét a társasághoz és felhúzhatja saját ponyváját. Ehhez a társaság honlapján található kérelmet kell kitölteni. 12 000 nem fizető parkolónk van. Ennek maximum 10%-át adhatnánk ki sátorgarázs felállítására, de ugye a 12 000 parkolóhelyből sem mind alkalmas arra, hogy sátorgarást helyezzenek el rajta, hiszen a sátorgarást az kizárólag merőlegesen kialakított, szilárd burkolattal ellátott közterületi parkolóban lehet felállítani, úgy, hogy ne akadályozza a forgalmat. Ezeket a szabályokat időnként figyelmen kívül hagyják az autótulajdonosok, ez viszont szigorú büntetést vonhat maga után. Az útellenőreink folyamatosan járják a várost, és hogyha nagyobb problémát tapasztalnak, akkor azt jelzik. Az a legnagyobb gond, hogy ha egy sátorgarást egyszer elhelyeznek ugye a parkolóban, azt oda is rögzítik. Ezt nem olyan egyszerű megfogni és arrébb tenni, tehát ebben az esetben a tulajdonossal szoktunk egyeztetni, hogy következő évben figyeljen már oda arra, hogy ne pont ugyanoda tegye le a sátorgarást, hanem úgy, hogy tényleg kizárólag egy darab parkolóhelyet foglaljon el vele. És fontos a jól látható jelölés is, csak így legális a sátorgarázs elhelyezése. A legtöbben idén is a Jósvárosban és Örökösföldön helyezték el ezeket, és bár az Érkerti lakótelep is közel ugyanakkora, onnan jóval kevesebb igénylés érkezik a társasághoz. A helyeket október 15-től április 15-ig lehet foglalni, ezek bérleti díja idén bruttó 5000 forint egy hónapra. Ez azonban csak a helyfoglalást fedezi, ponyváról mindenki maga gondoskodik. Egy normál méretű garázs újonnan 200 000 forint körül kezdődik, cserébe viszont akár 10-20 évig is megkímélheti az autósokat a reggelenkénti jégkapargatástól.